Önök a kultúrszobát látják, köszöntöm nézőinket! A múzeumok éjszakája francia mintára indult Magyarországon, a könnyed nyáresti program az évek alatt elnyerte a látogatók szimpátiáját, és az intézmények is felmérték a benne rejlő lehetőségeket. Nem véletlen, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak a programhoz. A Wosinski-Mór megyei múzeumban ezúttal a megszokott színes programok mellett a két világháború közötti Levente mozgalom relikviáival is megismerkedhettek a látogatók. Emlékeznek még a sárkányok világát bemutató tárlatra vagy a retro kiállításra? Mindkettő a múzeumok éjszakájának korábbi eseményein volt a rendezvény kiemelkedő érdeklődésre számot tartó kiállítása. Az idei esztendőben a történelem egy korszaka, nevezetesen a két világháború közötti időszak került a reflektorfénybe, és ezen belül is a Levente mozgalomtól nem egyei vonatkozásairól tudhattak meg többet az érdeklődők. Tolna megyében is 1924-ben jött létre a Levente Egyesület, mint ahogy országszerte oly sok helyen, hiszen a Levente mozgalmat az 1921-es úgynevezett testnevelési törvény hívta életre, és ennek a végrehajtási határozata az 1924-ben lépett életben. Az intézményi keretek megteremtése érdekében jöttek létre a Levente Egyesületek, így itt Tolna megyében is, Szekszárdon is ekkor alakult meg a Levente Egyesület. Annyit lehet tudni a Levente Egyesületekről, a Levente mozgalomról, hogy kötelezővé tették a részvételt a mozgalomban. Ezek a fiúk hetente kettő, később pedig négy alkalommal vettek részt a Levente foglalkozásokon. Ezeket a foglalkozásokat a sportpályákon tartották, hiszen elsősorban testnevelési és sport foglalkozások keretében szerették volna a fiúknak biztosítani a fizikai nevelését, ezáltal felkészítve őket a katonai szolgálatra. Minden településen igyekeztek létrehozni Levente egyesületeket. Volt olyan település, ahol több Levente egyesület is alakult. A célja ennek a mozgalomnak az volt, hogy erősítsék a meggyengített hadsereget, hiszen a trianoni békeszerződés 35 ezer főben maximalizálta Magyarország haderejét, és ez a meggyengített hadsereg nem volt alkalmas arra, hogy a revízióra törekvő magyar állam céljait biztosítsa. Egy olyan hadsereg, aminek a létszáma csak töredékét tette ki a szomszédos államok haderejének, nem lett volna alkalmas arra, hogy bármilyen revíziós törekvéseket megvalósítsanak vele. Ezért a fiatalokat Levente egyesületekben, a Levente mozgalomban készítették elő a katonai szolgálatra. A Levente élet nehézségeit vagy szépségeit nehéz életszerűen bemutatni egy múzeumban, de arra azért volt lehetőség, hogy a lövészettel megismerkedhessenek a résztvevők. Míg a fegyverforgatás alapjaival ismerkedtek a látogatók, Ódor János Gáborral, a múzeum igazgatójával arról beszélgetünk, hogy a 2003-ban útjára indult országos programsorozat hatásai érzékelhetők a közintézmények látogatottságában. A múzeumok éjszakája akár csak a kitaláló franciáknál nálunk is népszerű lett. A Wosinski-Mór megyei múzeum, amióta van ez a programsorozat, lényegében az első évektől fogva csatlakozott ehhez a rendezvényhez, mert érződött ez már legelején is, hogy egy közösség élményt generál. Tehát azzal, hogy a múzeumot olyan oldalról próbáljuk megmutatni, amit hétköznap általában nem, vagy az átlag látogató nem láthat olyan helyeket, vagy olyan típusú rendezvényeket, rendhagyó tárlatvezetéseket és egyebeket vehet részt, az nyilvánvalóan egy vérfrissítést hoz magával. Tehát ez a mi esetünkben is teljesen természetesen így volt. Voltak alapötleteink, amik az évek során változtak. Nagyon sok olyan programelem is van, ami megmaradt, tehát ezek a zseblámpás kalantúra, tényleg rendhagyó tárlatvezetések, mind olyanok, de a kiállítások is erre az alkalomra időzítve is ennek a sorába illik bele. Az idei év az egy ilyen vegyes felvágott abból a szempontból, hogy a régi megszokott elemek mellett azért bevettünk olyan dolgokat is, próbálunk meghonosítani, ami korábban nem volt. Ilyen mindenképpen a cserkész, a szekszárdi 608-as Scola Caritatis cserkész csapat segítségével megrendezésre kerülő ilyen nyomkeresős játék, amelyel innen a múzeum főépületétől egészen a Vármegyeházig, Béla Királytér, Babicsház bebarangolhatják az érdeklődő csapatok. Tanulhatnak is, illetve hát nyomozhatnak is, és a végén most éppen Béri Balog Ádámnak az elveszett kardja körül forog ez a történet. Úgy gondoljuk, hogy ez mindenképp egy ilyen érdekes kísérlet. A programok egyértelműen segítik a látogatók kötődését az intézményekhez és a városhoz egyaránt. Erről beszélt Ács Rezső szekszárd polgármestere is a rendezvény megnyitójában.
mindenki megtalálja magának azt a lehetőséget, ahol ki tud kapcsolódni, és én azt gondolom, hogy ez nagyszerű kezdeményezés volt, és hát természetesen reményük, hogy jövőben is folytatódni fog, és biztatok minden szülőt egy gyereket, hogy jöjjenek el, nézzék meg, gyerekeknek a figyelmét hívják fel azokra a tárgyakra, amiket itt látnak, meséljenek róluk, olvassanak róluk, és én azt gondolom, hogy a sokkal közelebb visz bennünket a múlthoz, a gyökerekhez, a tradíciókhoz, és ebből a szempontból nagyon fontos ez a kiállítás. Természetesen ezeken keresztül magához a városhoz, és ez pedig a városhoz való kötődést tudja erősíteni. Az egyik legfontosabb kulcsa a tudás átadásnak, vagy a kultúra átadásnak, hát hiszen nem oktatási intézmény vagyunk, de a kultúrát mi úgy kezeljük, hogy azt megpróbáljuk a szó legnemesebb értelmében magas szinten megalapozva, de átadni a látogatóink számára. Renkesz Józsefről Tolna megyében a pedagógusok és a közművelődési szakemberek mindig megkülönböztetett tisztelettel beszélnek. Az Uszdi néptanító munkásságát Németh László díjjal is elismerték. A 90 éves mester ünneplésére Medinán gyűltek össze barátai és tisztelői. Tapasztalható volt a szeretet a teremben, amikor a 90. életévét ünneplő Renkesz Józsi bácsi, ahogy mindenki hívja, barátai és tisztelői körében megérkezett. Meglepetős parti volt ez, ahová azok érkeztek, akiknek életét vagy munkásságát akár áttételesen is meghatározta mindaz a szellemiség, melyet Renkesz József képviselt. Munkássága alapvetően Úszthoz és Sárszentlődinchez kötődik. Ő hozta létre a Puszták népe népfőiskolát. 60 éven át szolgálta a közoktatás és a közművelődés ügyét. Én azt hiszem, hogy nincs ebben semmi fantazmagória. Egyetlen egy dolog, az ember szereti a hivatását, és nem a fizetésért dolgozik, hanem azért, hogy embereket elindítsa az életben. Úgy kell kialakítani az iskola életet, hogy szeressenek a gyerekek oda járni. Ne legyen stressz bennük, ne legyen fönntartás, ne féljenek főként, ne féljenek a nevelőktől, hanem az tényleg, mint a szüleiket úgy fogják fel, és úgy viszonyuljanak hozzá. Én azon voltam mindig, ahol iskolát csináltam, Diósberénybe, Grábócon és Úszdon, Lőrincen az már nem ment, hogy olyan vonzó legyen maga a környezet is. Ne csak a rideg falak, meg a szemléltető eszközök, padok legyenek, hanem legyen valami vonzereje az iskolának. Ezt azzal tudtuk elérni, hogy maga a hangvétele a tanításnak, a nevelő-gyerek kapcsolatnak olyan volt, hogy tényleg családias. Sokszor megítéltek bennünket ezért, hogy megszóltak, vagy legyintettek, mert voltak ugye gerléink, méheink, nyulaink, volt meteorológia állomás, ahol meg volt a gyereknek a feladata, ugye hétről hétre más beosztás, más kapta ezt a beosztást, fel kellett jegyezni a régi hőmérsékletet, a déli hőmérsékletet, az estit följegyezni, és hasznosítottuk, mert a termőszövetkezeteket egy ilyen földöntötte a elevátorát, nem tudom másképpen mondani, és azt írta vissza biztosító, igen, hogyha van dokumentum, és igazolják azt, hogy ilyen erős szél volt arra, akkor megtérítik a kárt, és hivatkoztak a mi meteorológiai állomásunknak a adataira, és megkapták még a Farkasfalvi Jóskának az édesapja volt akkor az agronomus, aki itt szervezi ezeket a nagy találkozókat. Szóval egy ember arcú és ember léptékű iskola volt. Szóval nem tudom, sokszor mondták meg, hogy eszembe jut néha, hogy nemzet napszámos. Igen, volt ilyen világ is, amikor nemzet napszámosa volt a pedagógus. De most igazán nem panaszkozott senki se, mert valóban tiszteletbe állnak a pedagógusok, és messze menően értékelik a munkájukat. Ha az lesz a központ, és az lesz a
érdekes és izgalmas, hogy ki mennyit keres, és kinek van nagyobb vagyona és több pénze, akkor az nem jó irányba vezetés. És annyira anyagias, hát egyébként is elanyagiasodott a világ, és máma szinte mindenütt ezt halljuk, meg látjuk. De én állítom és mondom a 90 évemmel, hogy nem az dönti el az embernek a sorsát, jövőjét, a világgal való kapcsolatát, hogy milyen gazdag, mennyi a fizetés, az is fontos. Nem mondom, nem fontos, de nem ez az elsőrendű. Az elsőrendű az, hogy érzi magát a világban. Ez a mi csoportunk, akik itt most jelen vannak, meg amikor százan jöttek össze, tetszik látni a könnyeket a szememben, nem tudom nem könnyezni, mert ez valami csoda. Ez az a csoda, amit hálának neveznek, és tényleg úgy érezzük, hogy szinte érzem a bőrömön, hogy meleg itt a szeretet, amivel körülvesznek, és így érdemes élni, és így érdemes pedagógusnak lenni. Üzenem a jövő pedagógusainak is, akik nem tudom, hogy milyen álmokkal és vágyokkal indulnak neki az életbe, de jó lenne, ha megszívlelnék a gondolataimat, mert 90 év tapasztalata beszél belőlem, és én tudom, hogy nagyon-nagyon sok öröm és nagyon-nagyon sok boldogság van ezen a pályán. A Paksi Képtárban a Cseh Tamás archívummal és a székesfehérvári Szent István Király Múzeummal közösen nyílt tárlat Baksasós János képző és előadó művész alkotásaiból. A gazdag életmű válogatása Németországban élő művész életszemléletét tükrözi. Kicsi a ház, nem féltem már, ki is jövök hozzád. Vető János előadásában hangzott el a kiállítás megnyitón Baksasós János egy dala, akit sokoldalú alkotóként tartanak számon. Baksasós János a jelenleg Németországban élő 71 éves alkotó művész betegsége miatt nem vehetett részt a megnyitón. Ezt a kiállítást a Cseh Tamás archívummal és a Székesfehérvári Szent István Király Múzeummal közösen hoztuk létre. Egészen odáig közösen, hogy mindannyian itt voltak a rendezésnél is. Egy hatalmas anyagról beszélünk, ez egy nagyon gazdag életmű. És Isten igazából ennek az életműnek olyan részeit szerettük volna megmutatni, amit nehéz lett volna egy képzőművész közreműködése nélkül ebben a formában is találni, és ennek a koncepciónak a kitervelője volt Kaszás Tamás, akivel és a csapatával is felépítettük ezt az egész teret, ami egy ilyen összművészeti hangulat, ahogyan Andris mondta, egy ilyen kozmikus táj, így általában az emberi létezésnek egy olyan fokát vizsgálja, ami a természeti fokhoz sokkal inkább közelít, mint ami felé most tartunk. Ez általában egy jövőbeli állapot, amiket a műveken látunk, viszont most így a jelenből kommunikál, és ez a szépsége ennek a dolognak, egy ilyen nagyon erős természeti helyzet. Baksasós János így a 70-es évek első felében hagyta el Magyarországot, előtte a Keg zenekarnak volt a frontembere, és miután külföldre távozott Németországba, ő képzőművészetet kezdett tanulni. Kerámiával, festészettel, grafikával foglalkozott, és innentől kezdte el felépíteni azt a világot, amit most látunk. A kiállításban láthatók videók és diafilmek is, és szobrok is, több száz kis szobor látható a térben, amik diafilmeken is megjelennek. Ez azért van, mert hogy különböző jeleneteket rendezett be a szobrokból a művész, és általában ezeknek a szobroknak egy személyisége van, amik megtestesítenek egy olyan ideát, vagy egy olyan létfokot, amit fontosnak tartott a művész, és próbáltuk ezt úgy visszaadni, hogy nem feltétlenül pontosan megidézni azt, amit ő annak idején saját maga világában felépített, hanem ennek egy hangulatát visszaadni, amiben inkább így a szereplők kapnak hangsúlyt, illetve az, hogy hogyan tudjuk ezeket a szobrokat, ezeket a szereplőket így önmagában vizsgálni, és egy kicsit jobban közelebbről megismerni azt a világot, amit a művész maga köré képzelt, és valószínűleg a jövőben bekövetkezik.
Kellemes illat, sejtelmes zene és félhomály, mely a kiállítás és az életérzés része. Ez fogadja a látogatókat augusztus 10-ig a Paksi Képtárban. Baksa Sós János műveinek egy része 2016 nyarán az alkotó családjának a segítségével a Cseh Tamás archívumba került. Ebben az archívumban, ahol a dolgait kezeljük, ott van sok száz órányi zenei anyag, sok száz kép, sok ezer oldalnyi napló, és ezekből kiválogattuk nem a legjobbakat, mert ez eléggé egy színvonalon vannak, hanem ami éppen nekünk a legjobban tetszett, vagy úgy a legjobban reprezentálja a korszakokat, mert ő kb. 30 éven keresztül napi 12-14 órában egyfolytában dolgozott. A Baksa Sós János, Január Hercegnek a kiállítása. Ő egy olyan ember, aki nagyon nagy hatással volt nagyon sok emberre, viszont ahhoz képest eléggé ismeretlen. Most éppen betegen fekszik Németországban. Ő nem tud mozogni és nem tud beszélni. Ez egy szokatlan dolog, mert ő nagyon sokat mozgott és nagyon sokat beszélt előtte egész életében. Megpróbáltuk abban a szellemben csinálni ezt a kiállítást, ahogy gondoltuk, hogy ő is csinálta volna. Ehhez voltak támpontjaink, például 3000 oldalnyi napló, sok emlék. Ő arra törekedett, hogy amikor egy kiállítás van, akkor ez egy ilyen minden érzékre ható, ilyen templomi atmoszféra, ő így mondta, legyen. És hát amennyire lehet egy ilyen óriási nagy teremben, most itt az van. A nézők nem hallják, és hogy nem érzik, hogy olyan jó illat van. Például szedtünk hársfát, meg például amikor ő mutatta a dolgait, akkor gyakran bekente az emberek körül mindenféle illatokkal a asztalt, ha éppen asztalnál ültek. Fecske madár, égre fölszáll, nem lesz eső. Viktor a magyar jazz élet egyik legsokoldalúbb figurája adott koncertet a pünkösdi hal és vadünnepen. Ezúttal az Arura trióval töltötte meg a Szekszedi Vármegyeháza udvarát lélekhez szóló spirituális muzsikával. Hol tapsolva, hol lélegzett visszafojtva reagált a közönség Tóth Viktor jazz szaxofonos és együttese az Arura Trió koncertjére. Tóth Viktor ezúttal az Arura Trió tagjaként lépett fel Szekszárdon. Az Arura egyébként a keleti kultúrában egy mítikus és misztikus növény, mely testi-lelki bajra gyógyír egyaránt. Az Arura Trió muzsikája pedig egyfajta ön- és közgyógyító zene, mely a lélek regiszterei felé áramlik, a jazzen, a népzenén, a kortászzenén és az improvizáción keresztül. A zenekar 2014-es Szemet kincse című albuma az év legjobb lemeze díját nyerte el. Tóth Viktort egyébként 2010-ben az év jazz személyiségének választották.
2014-ben és 2015-ben pedig az év alt szaxofonosának szavazták meg Magyarországon. A szexádi zenész ezúttal sem hazudtolta meg magát, a hol dinamikus, hol érzékeny, de mindenképpen a lélek legmélyéről szóló játéka egészen elvarázsolta a Vármegyeháza udvarán helyett foglalt közönséget. Bátran kijelenthető, a szexádi hal és vad ünnep igazi zenei csemegéjére vevő volt a közönség. Tóth Viktorról kevesen tudják, hogy eredetileg építőmérnöknek készült. Az életemben nagyon sok dolog ilyen szerelem alapú, az építészet is az volt, de aztán jött egy nagyobb szerelem a zene, és ezt Molnár Ákosnak, a nagy szaxofonosnak köszönhetem, aki egyszer csak elkezdett a Sex Epic Band-del fújni egy számot, itt a Babicsban, és ez az egész szép remény építészet így elszállt a fejemből, és onnantól kezdve az életem minden pontját, azzal, minden pillanatát azzal töltöm, hogy a zenéhez közelebb kerüljön. Azt gondolom, hogy nincsenek is műfajok. Az én szívemben kettőfajta zene létezik. Lélekteljes, meg hazug. De most a másodikról ne beszéljünk. Az első meg, nekem nem sem mindegy, hogy az hip-hop, funk, popzene, rockzene, death metal, vagy jazz. Ha a zenészek a szívükből játsszák, akkor én a rajongójuk vagyok. Én a szívemből játszom a jazz, ha egy rockzenész a rockot játsz a szívéből, akkor már a testvérem egy. Tóth Viktor játszott már Európa és az Egyesült Államok számos jazz fesztiválján. Saját tercetjét vezeti, kortárs táncossal duettezik, népzenét gyűjt, zenét szerez, új utakat keres. A szerelem ez nagyon erős, és egy kicsit az úgy van, hogy szerintem akkor egy férfi szeret egy nőt, akkor nem a cipőjét szereti, vagy nem csak ebben a ruhában, vagy nem csak a szemét, hanem egy időmúlva nyitott lesz mindenre, ami szerelme tárgyába sugárzik felé. Na most az én életem így jött a keleti zene, így jött a bolgár zene, így jött a népzene, így jött a kortár zene. Nagyon nyitott vagyok, és minden zenének a gyökere gyakorlatilag nagyon közel van egymáshoz. A megjelenési formái különbözőek. Aki itt volt a koncerten, szerintem hallhatta, hogy próbálunk átjárni ezeken a termeken, amik az egyikre azon írva klasszikus zene, a másik a népzene, a harmadikra jazz, a harmadik az, hogy szabad zene, free jazz, a másikra tradicionális jazz. És az összes művészet ilyen. Tehát, ha ezt kibővítjük, hogy nincsen csak lélekteljes zene, meg hazug, akkor azt gondolom, hogy a művészetben is így van, hogy van olyan művészet, ami megérint, meg ami nem. A tánc megérint, a képzőművészet, a költészet, az irodalom, és minden, és az építészet is. És mindegyikkel próbálok harmóniában lenni. És egy hónappal ezelőtt Indiában volt egy turném, és pont ott talán a legmegkapóbb számomra az volt, azok a hihetetlen 1000 éves, 2000 éves indiai épületek, amiket azért terveztek, hogy abban a pillanatban, hogy meglátjuk őket, egyből hívőkké váljuk, és egyből leboruljunk a szépség előtt. A nagyzenészek ugyanezt csinálják. Egy hangban olyan szeretetet sugároznak, hogy egyből rajongók leszünk. Picasso ugyanilyen volt, vagy a Bartók Béla ugyanilyen volt, vagy Stravinsky, vagy a Puccini. A szaxofonos saját magát egy úton járó kereső emberként látja. Zenei törekvéseiben pedig az egyetemes harmóniával vágyik egységre. Azt mondja, egy dolog számít az életben, hogy az ember megtalálja az örömét, és boldog legyen. A zene által a legfontosabb, amit szeretnék közvetíteni, az, hogy egyetlen célunk van szerintem az életben, hogy szabadok legyünk. Nem ezt mondják a tévében, és nem ezt mondják, nagyon sok tévében nem ezt mondják, nagyon sok rádióban nem ezt mondják, a politikusok nem ezt sugalják. Én azt gondolom, hogy a szabadság az a legfontosabb dolog. Tehát, hogyha a kisboltban utálok dolgozni, és azt gondolom, hogy csak ebből tudok megélni, de utálom, akkor én súgom, hogy nem változtathatsz. Az a lényeg, hogy ha én boldog vagyok, akkor tudok neked boldogságot adni, ha boldogtalan vagyok, akkor csak a rosszat és a negatívat. Én ezt így eldöntöttem. Úgyhogy próbálunk jót adni az embereknek. Utolsó kérdésem, ez egy nagyon jó, hogy végig szó lett volna, de az utolsó kérdésem az, hogy melyik díjnak örült a legjobban, mert ez jó néhányban bővelkedik. Ennek a tapsnak, amit most itt Szexádon kaptam. Yeah.
Közel 600 résztvevője lesz a 30. speciális művészeti fesztiválnak. A rendezvény a szellemi fogyatékossággal élők számára nyújt bemutatkozási lehetőséget július 1-e és 5-e között. Szekszárd harmadik ízben házigazdája az eseménynek, kísérő rendezvényként fotókiállítás nyílt a Babits Kulturális Központban a korábbi fesztiválok képeiből. Éppen ez a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület célja az értelmi fogyatékos emberek művészeti tevékenységének bemutatkozásával, vagy bemutatásával, hogy azt a beskatujázást, ami a fogyatékos emberekhez, különösen az értelmi fogyatékos emberekhez köthető a mai társadalomban, azt valamiképpen oldja. Hiszen ők értelmi sérültségnől fogva kevesebbnek érzik magukat a társadalomban. A társadalom is úgy tekint rájuk, hiszen intézményi falak között, családokban élve nem kapják meg azokat a lehetőségeket. És mi ugye azt gondolom, hogy a művészet területén, mások a sport és a munka területén, az Egyesület a művészet területén pont egy olyan lehetőséget kíván adni, hogy azt, amiben ők többek, akár az alkotóművészetben, képzőművészetben, egy-egy sérült alkotó zenében, táncban, arra lehetőséget kapjanak az alkotó munka kiteljesedésére, hogy a mindennapokban ezt tudják gyakorolni, és egy olyan művészi szintre eljuttatni az ő tevékenységüket, amely már-már megközelíti a mi szempontunkból mindenképpen az épp művészi szempontokat, és ezzel azt szoktuk úgymond definiálni, hogy az épp színész a színpadon, hasonlóan ugyanúgy a sérült embernek is biztosítjuk a színpadi megjelenés lehetőségét. Az ötnapos rendezvénysorozat keretében sérült és épp művészek mutatkoznak be az Agórában és a Prometheus Parkban. A színházi előadások, performance-ek, kiállítások segítségével mutatkoznak meg a fogyatékossággal élők, mutatják be mindazokat az értékeket, melyeket hordoznak. A képek bizonyítékok arra, hogy kimagasló képességek birtokában vannak, melyek művészi élményt tudnak biztosítani mindenki számára, aki befogadóan közelít. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!